Megjelentek az első ipart pályázatok a kis- és középgazdaságok számára. A termelők új traktorra és egyéb mezőgépekre igényelhetnek vissza nem térítendő pénzösszeget. A gépesítést támogató pályázat egészen február 26-áig áll nyitva a mezőgazdasági termelők előtt. Nagyon fontosak ezek az előcsatlakozási eszközei az iparprogramnak. Fontosak a mezőgazdaság és az agrárium minden szektorába, fontosak a hús, a tej, a zöldség, a gyümölcs és a szántóföldi növénytermesztésben. Fontosak, hogy a családi gazdaságok és a termelők tudják fejleszteni azokat az elképzeléseiket, melyeket elterveztek. Itt együtt vagyunk ma a szaktanácsadási szolgálat képviselőivel, itt vagyunk mi a mezőgazdasági minisztériumban, a tartomány képviselő is itt van, itt vannak a falugazdászok, és úgy gondolom, hogy együtt a gazdákkal egy oldalon állunk, és igazából a legfontosabb az, hogy itt az alapoktól kezdjük, és a gazdákat jó információkkal lássuk el ahhoz, hogy jó pályázataik legyenek, és hogy minél több nyertes pályázat legyen a végén. Az elsőkörös pályázatok támogatása 5000-től 700 ezer euróig terjed, és a tej- és hústermelők, a zöldség- és gyümölcstermesztők, valamint az egyéb növényekkel foglalkozó termelők igényelhetik a vissza nem térítendő támogatásokat. Az elmúlt egy év aszálykárainak ellenére nagy lesz az érdeklődés a pályázatok iránt a gazdák körében, főleg traktorvásárlás terén. Az a célunk, hogy minél előbb tájékoztassuk a mezőgazdasági termelőket a 2018-as lehetőségekről. Lehetőségük lesz az ipart, a köztársaság és a tartományi lehetőségekről is tájékozódni. Én személy szerint a mezőgazdasági titkárság 18-ban várható pályázati lehetőségeit fogom elmesélni. Annyit kell tudni róla, hogy ugyanúgy, mint a 17-es évben a termelők előszámlával is tudnak majd pályázni, és a pályázataink több, nagyobb részénél, a 40 évnél fiatalabbak és a hölgyek előnyt fognak élvezni, szóval nagyobb arányú költségvisszatérítést tudnak megvalósítani. Amit szeretnék kiemelni a 18-as évben, az pedig a fiataloknak a startup támogatása, amire a 18-as évben kétszer akkora összeget látunk elő, mint a 17-es évben. Négy kör nyílik meg a 2018-as évben. A gazdák hasonlóan tudnak majd pályázni, mint a Prosperitáti Alapítványnál.